Ágoston Júlián, Szent Ugréje. Tisztaságának szép virága, szűszentében légy ma állam. Velünk voltál minden bajban, te segíts a kéki alatban. Térdre húlva, else kerül, Imre Herceg, légy velünk. Szent Istvánunk szeret lénye, magyar ifjak tíze éke, örök példánk, égi őrünk, szentek útján járt előttünk. Térdre húlva, else kerül, Imre Herceg, légy velünk. Oltalmazd meg, légy határban, létenünket tedd át. Gyermekét szívét áldja, Magyarország hatodnál. Tégre húlva, else kerül, Imre Herceg, légy velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halált. Az emberi élet értékét ugyanis nem a hosszú öregkor adja meg, és nem az élet számával mérik érdemeit. A lelki bölcsesség az igazi őszhaj. A fedezetlen, tiszta élet az igazi öregség. Az Isten kedvét találta bennem, szerettem, és magához vette őt a bűnösök közül, akiknek körében él. Kiragadta őt közülük, hogy a gonoszság meg ne öntse gondolkodását, és a hamisság meg ne fertőzze lelkületét. A bűnösség élet táplálata ugyanis elvaki, hogy ne lássuk a jót, a szenvedés szédülete elsodorja az ártatlan lelket. Fiatalon halt meg, mégis teljes életpályát futott be. Lelke kedves volt az Isten előtt, azért sietve kimentette őt a bűnt. Tudná a házigazda, melyik órában jön a tolvaj,
nem engedné betörni házában. Éberen várjátok tehát az ember fiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Áldunk éve Krisztus! Megkezdtük a liturgiában a Szent Misével, és ilyenkor, amikor emlékezünk az Isten igéhez, ige liturgiához, akkor szeretnénk meghallani, hogy mit üzen nekünk az Isten. Ilyenkor emlékezünk el a múltra, emlékezzünk el erre a templomra, hogy született meg, hiszen ebből is előremelíthetünk. Mi nem szeretnénk keresztények tagadni a múltat, mi akarunk a múltból is élni. 1930-ban megszületett a döntés, hogy itt templomot kell építeni. És elég volt egy év, és 1931. szeptember 27-én az akkori egyik püspök eljött, hogy megállja a templomot. De zárójelben van egy megjegyzés a História Domusban, hogy a templom megállása mellett kiszolgáltatta a birmának szentségét. Elsőre talán a történelmi ténynek tűnik csupán, meg eseménynek, nyilván akik itt éltek, és akiknek a szívőből megszületett ez a vár, azoknak nagyon sokat jelentett. De bennem elindított egy ilyen gondolatot, hogy milyen szép volt az akkoriaknak az elképzelése, hogy ne csak a kőtemplom épüljön, hanem épüljön a lelki templom is. Mert az egyház nem a kőtemplom, az egyház mi vagyunk. Az élő kövekből épül. Nagy család. Tehát ezek a követ, ha megszólalnának, erről még többet tudnának mondani. Eltelik néhány év, és az egyházközségünk megérik abban, hogy saját papot is kap. Eltelik néhány év, sok viszontagságos évtizedek után, amikor is az egyházközségnek az életjelét adja, vagy egész Miskolcnak is az életjelét adja, hogy igenis emberek vannak, akiknek szükségük van az Istenre, szükségük van az evangélium tanítására, és így indul el 2000-ben a katolikus iskola. Jó Isten áldja meg a lévános atyát, áldja meg mindazokat, akik odaálltak az iskolai helyeit, de nem egy intézményt akartak csupán. És nem is lenne jó, ha csak egy intézmény lenne az iskola is, hanem mindig egy felkiáltó jel, és hordozni azt az öröm üzenetet, amit Jézus lehozott a földre, és most mi vagyunk Jézus egyházának a tagjai, és jelen akarunk lenni Jézusnak a jelen. Plébánia szinten is, és az oktatás szintén is, az iskola szintén is. Olyan szóban nem akarjuk, ha mi hívőknek, keresztényeknek és Krisztusnak mondjuk magunkat. Olcsóban nem akarjuk. Mert akkor meghazudjuk az Istenet. De talán lépjünk tovább az emlékezésünkben, hiszen az emlékezésünk időszegye Szent Imre. Én azt hiszem, akik itt vagyunk, már nagyon jól ismerjük az életét. De mindenképpen akkor is kiugró volt Európában, az akkori magyar vezetőknek az Istenhez való ragaszkodása. Olyanok, akik tudták,
És most nincs nyilván időnk fölelelkezni a történelmnek a lapjai, hogy akkor mi volt Európában, de hogy ennek a kis országnak olyan vezetőt adott az Úristen, egy Szent István, a Boldog Gizellát, akik fölneveltek egy olyan gyereket, és idekült az Úristen egy szentben lépte, aki beletült ennek a fiatalembernek a szívében csöpögtetni ezt a vágyat, hogy ha te nagy leszel, ne képzeld el az életedet is. Ha te felnőtt ezzel, és ezzel az irányból veszel, akkor leszel nagy. Ha neked is van hitem. De én azt hiszem, a családon belül ezt nem kell egy győztetni szentükrét. Ha volt egy Szent István édesapja, aki volt a 15 édesanyja, és volt egy Szent Gellért nevelője, aki majd később értató lett, hogy mikor Gellért volna elnevezőt, akkor nagyon könnyű volt Szent Imrének, csak ki kellett nézni a szívét, lelkét, és azt mondani, hogy ez az értékrend kell nekem, ami az apámé, anyámé és a nevelőmé. És most mi ezért ünnepelünk. És mi most azért lehetünk büszkék ebben a templomban, hogy Szent Imre a védőszent. Gyerekeknek így fogalmaztam. Ebben a templomban azért is érdemes fölnézni Szent Imrére, hogy igazán férfiasan van ábrázolva. És nagyon nagy szükség van arra, hogy a hit, a Jézus iránti ragaszkodás ne csak a nőkön keresztül mutatkozik meg a világ előtt, hanem a férfiakon keresztül is. Mert mind a két nemben az Isten különleges kegyelmeket rejtett el. A hitről való tanúságtételt, finomkodó valaki volt, mert ez a nem is nyilván abban a korban meg kell érteni ezt a kifejezést, hogy herceg, Szent Imre herceg. De igazán uralkodónak teremtett az Úristen, és mégis más volt az Istennek a terve. Vagy a mostani pápa, Ferenc pápa is nagyon erősen mondja, a keresztények ugye vissza az Európának a remény. És a Szent Atya idézi azt az evangéliumi jelenetet, amikor Fülöp oda megy Jézushoz, és akkor az idegenek oda Jézus, a Fülöphöz, Fülöp, mondd meg a Jézusnak, hogy akarunk vele beszélni. Fülöp elmegy Jézushoz, és Jézusnak mondja. De tudják, hogy Jézus kicsoda, Isten. Csodálatos. Hallották a beszédét, látták a csodáját. És azt mondja Szent Atya, hogy a mit Matthias Kápának. A keresztényeknek meg kell mutatni ma Jézus, tehát Európának szüksége van ez a remény forrása Jézus. És mostani Pápai hozzáteszi, valahol a keresztények elveszítették azt a krisztusi arculatot, és valami hamis állatot mutattak a világ felé. És azt mondja, magunkra kell tölteni a krisztusi arcot, hogy Európa észrevegyen Jézus Krisztus. Testvérek, most is azt mondom, nincs szebb hivatás, mint a keresztény hivatás. Mert a keresztény hivatás az minden hivatásnak az alapja lehet. Legyél családos, legyél pap, legyél szerzetes, legyél fiatal, legyél férfi, legyél nő. És ilyen jól ezt fölfedezni. De óriási üzenetre hívja fel a figyelmet Boldó II. János Pápával ebben a dokumentumában. Mert azt mondja, nem egyszerűen meg kell mutatni a krisztusi arcot a keresztényeknek, hanem igazán szóba kell állni Jézus Krisztussal. És hozza az emberi
jól. Én csak meg kéne szólítani Jézus. Csak imádkozni. Csak rendszeresen kéne imádkozni. És folytatja, hogy meghív bennünket erre. Jézus. Hogy Isten föl, álljunk szóba vele. Szemináriumból akkor kerül ki papként, amikor én is lett voltam, és most már paptásként. Ő Munkácsi Kálmán. És pár évvel ezelőtt egy akció kezdett, nem egyedül, hanem az ottani munkások együtt keresztény orvosokkal, házasokkal, családosokkal. Semmi anyagi hátvere nem volt. És tudjátok, milyenek ez? Küzdött, vagy harcol most is. Hogy csak munkás és környékén, de most az egész egyház megyére kiterjedt ki a fogadatot, az először a városba indult el. Hogy az abortusz ellen fölvegye a hat. Se pénze nem volt, se összekötetése, csak hit. Amikor, vagy 5-6 év előtt elindult az akció, munkások naponta 8-10 abortusz volt. 8-10 naponta. És most hol vannak? 2-3. Jönnek a vállalkozók, adják a pénzt, hogy óriási plakátokat az élet védelmében. És egy orvos megszólította az egyik édesanyám, aki visszajön. Hogy mi érdekel ez? Hogy már ki volt üzve a műtét. Mondja, közben meglátom a plakátot. Hogy én az élet ellen harcoljak, akkor hívő vagy, ráadásul ortodox volt, nem csak a bűnös. És visszalépett, és megszűnte. Most tényleg lehet ezzel imádkozni. Csak Jézusban nem lehet imádkozni. A legalsó úton is, két tanítvány vihaskodott Jézussal. Jézus hát azt akarta és azt ígérte, hogy meg se tud meg föl se ismerni. És amikor a szívük kinyíli, ez csak minden átértelmezhető. Minden megváltozik. Mint egy gondolat. Ma Európa, mai keresztények, ilyen magasztos hivatásunk van. Ahhoz, hogy igazán hiteles legyen a világválás. Igazán így mondom, hogy keresztény történelmet írjuk a mi élet néhány évtizedünkkel, mint ahogy Szent Imre is tette. Itt minden időben egy szent baj jelen. Csak keveset fáradunk az, hogy a szent kibontakozik benne. Mert szent az azt jelenti Isten. Nagyon helyes kap az életemben. És gyerek, emberi bölcsességgel nem lehet az Isten elejét lehívni. Szükségünk, hogy megérinteni Isten. Keresni az Isten. És akkor megérintem, akkor már nem én tégyedek, hanem az Isten rajta. Azt írja Provence Postokár, hogy a mi keresztények nem döbbenünk rá az eukarisztikus Jézusra, hogy ő benne van, jelen van, akkor egy hol lelkek vagyunk az emberek. Hol keresztények vagyunk? És tudjátok, mit írtam az Udíjózsői Kisztoriatózban? 1931-ben, akkor elkezdett funkcionálni a templom. Naponta a hétköznapi misén 50 és 70 között volt az áldozók száma. Hétköznap. Tudjátok, hogy micsoda lelki áldozat van ennek templomnak valamit? Tudjátok, hogy miért ünnepelhetünk? Mert 81 évvel ezelőtt, amikor elindult az a templom, én voltam az elődeim. Istennel élünk. És én meg te lennek a csodáim.
ahogy ő ilyen és folytatja a fohászra. És ha az életünket a Jézushoz alakítjuk, és Jézusból élünk, az Istenből élünk, mi akkor tudunk tájékozódni, tudjuk, mi a helyes út. Mert Jézus az út, igazság és az élet. Elmúlt 24 órában, talán lehetett a záró, volt az emlékezésünkbe, kezembe adnám a iskolába néhány diákat a versenypályázatát, amik arról szól, mint hatal megidézem csak, hogy mit jelent számomra a hit. Érdekes lenne felolvasni mindazt, amit írtam a Szent Imre iskolában, a fölsőségek. De valaki így fogalmazta, talán Henrikus, nem biztos olyan helyetté lesz, de fölsőségek. Azt mondja, én megköszönöm, hogy szüleimen keresztül, meg a kutatóim keresztül, meg az iskolán keresztül, ugye, megőrizték a hitemet. Megőrizték a hitemet. Hogy szeretem az Isten. Látjátok, hogy milyen áldás. A időben nyitogatjuk a gyerekeknek a szívét, értem. Mi mai felnőttek is, lehet, hogy be vagyunk csontosodva. Lehet, hogy a régi beidegződés. Jézus nem semmiért dicsérte meg a gyerekeket. És Jézus viszont nem azért bízna rá őket, hogy egyszerűen leblokkoljuk őket, hogy olyanok legyenek, mint én. Nem olyanok kell, nem olyanok Jézus. Olyanok, mint Jézus. De az Isten engem meg téged akar használni. Vagy papként, vagy szerzetesként, vagy szoktatóként, vagy nevelőként, vagy apaként, vagy anyaként. Ebben van a szép kimondás. Hogy Istennek akarja teljesíteni az akaratát. Adjuk hálát Szent Imre napján, hogy ő ilyen királyfi volt, aki megbecsülte a kapott értékeket, megbecsülte a hitet, amit kapott a szüleitől. És talán mindig így jöjjünk be a templomba. Ha nem is azok a gondolatok jutnak eszembe, amit én most elmondtam nektek, de ha fölnéztek az oltárra, akkor mindig jusson eszembe, hogy egy Isten szerető és Isten mindennél fontosabb tartó szent szentében. Amen. Kérünk téged, hallgass